Mai napra éhes hasra, szemnek szép, szájnak ízletes, fülnek érdekes, hirdeti a tábla. Civil szervezetek és hagyományőrző csapatok 18 helyszínen készültek finomabbnál finomabb ételekkel. Ezen a rendezvényen utoljára, jövőre ugyanis új formát ölt a 2016-ban indult fesztivál. Ez a rendezvény utolsó napját éli meg a régi Magyarország ízei. Ebben a formában befejeződik, hiszen olyan sok gasztrorendezvény van az egyes településeken, hogy azt gondoljuk, hogy nekünk egy teljesen újfajta rendezvényekkel kell előállni, erre készülünk már egy jó ideje, de hogy normálisan, szépen, tisztességesen befejezzük ezt a rendezvény sorozatot. Ugye elhívtunk 18 olyan csapatok, akiket legjobban kedvelünk, szeretünk. Amellett, hogy szatmár beregi és nyírségi ételeket mutatunk be, fontos számukra, hogy kitekintsünk a határon túlra, és mivel, hogy egész évben a kárpátaljai magyarságra fókuszáltuk, így Kárpátaljáról érkezik egy vendég főző csapat, aki egy ruszin csoporttal együtt érkezik, ők a Jó Barátok csoportja, érdemes hozzájuk elmenni, hiszen magyarosított ukrán ételeket és igazi ruszin finomságokat kóstolhatnak a vendégek. És ha már Ukrajnánál tartunk, itt van velünk a nyíregyházi ukrán nemzetiségi önkormányzat, akik hamisítatlan borsleves készítenek. Évekkel ezelőtt jártak itt utoljára az első régi Magyarország ízei rendezvényen, és most örülünk, hogy itt vannak. Itt már a nagyecsedi lápi betyárok kondérjában fő a kavart káposzta, a füstölt hússal, és ahogy ők mondták, titokkal fűszerezve. Nagy esetben sok mindenek van hagyománya, többet közt a szabolcsi töltött káposzta, egyrészt ott is csinálják. Meg ugye itt, amit mi próbáltunk felvonultatni, tehát a lápon, meg a szegénység az eledele. Egy úgynevezett becsánkának kívül, de ez egy lapcsánka, alapanyagú, de kicsit azért megbolondítva a füstölt szalonnával, füstölt hússal, kaporral, tehát különböző ízeket fogunk itt előadni. Mert ez volt ugye úgymond, hogy meg tudtak fizetni az emberek a lápon, ami kikerült úgymond a mostani szupermarket, ott nem létezett még akkor. Mindenki azt főzte, amit talált. A megnyitót követően a zsűri hamarosan el is indult, hogy meglátogassa a főzőcsapatok sátrait. A zsűriben foglalt helyet Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értéktár elnöke. Ami a legfontosabb egyébként a zsűrizésen túl az, hogy itt lehetek, és valóban egy értékközpontú intézményben vagyunk, ahol a legfontosabb az, hogy az örökségünk, az a kulturális örökség, épített örökség, az a természeti örökség, ami a vármegyét jellemzi, az megmaradjon, azt meg lehessen mutatni, azzal meg lehessen érinteni embereket, gyerekeket, és ennek pedig az a célja, hogy majd a későbbiekben ők ezekkel az élményekkel gazdagodva majd hasonló értékközpontú világot építsenek fel maguk körül, és aztán reméljük, hogy majd egy kicsit tágabb körben is. Ez a célja a múzeumfalnak, ez a célja a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei értéktárnak, értékőrzés és értékek teremtése. Az Igrice Néptánc Együttes főzőhelyén a Prima volt a zenekar, húzta a talpalávalót, és amíg a finomságok főttek, az együttes tagjai táncra perdültek, a látogatók nagy örömére.